Nyolcadikára mindenki legyen olyan kedves, vegyen egy jó sportgatyát, egy felsőt, és ami talán a legfontosabb, egy jó futócipőt. Mert hogy elsőként rajtol el Budapesten az első, hiszen elsőként rajtol el nemzeti futóverseny. Vendégünk Kovács Kokó István, futónagykövet a Fitbalance-tól, és Garami Katalin, fordítva szerettem volna mondani, férjes feleség. Szervusztok, jó reggelt! Akkor még egy kicsit megelőzve, nagyon jó ötlet a futócipő, futónadrág, futópoló, de előtte regisztráljon. Regisztrált futó. Azt fogod mondani, hogy előtte egy kicsit sportoljon azért. Nem árt sportosan érkezni, mert ez az 5 km vagy a 10 km ez lehet megerőltető is. Ha valaki nagyon komolyan oda akar verni magának, vagy egy nagyon komoly időt szeretne menni, akár rekordot futni, mert ez egy a környezet és a futópálya lehetővé teszi, de még egyszer nagyon fontos tényleg a regisztráció, mert nélkül nem tud belőle. Lehet regisztrálni, akkor igen. Most már csak a helyszínen lehet regisztrálni a verseny előtt, illetve a BSI irodájában a mai nap folyamán. Úgyhogy aki ma nem tud elmenni, az holnap viszont korán érkezzen, mert hogy biztos, hogy nagyon sokan lesznek, és nagy sorbaállás lesz, azt mondják, de a helyszínen még tudnám. Na pont azt kérdeztek volna, Katalin, hogy hányan regisztráltak eddig, ismeritek-e ezt a számot, adatot? Hát 5000 fölött van egész biztos az előregisztrálók száma, és nagyon sok átfedés van olyan értelemben, hogy mint ahogy mi is, mind a két távot, tehát ugye lesz egyszer 10 órától egy 10 kilométeres, és déltől egy 5 kilométeres futás ugyanazon a pályán. Azt hittem az átfedés az, hogy az ötösök tovább futnak egy kicsit. Hát például a Gajdos Tomi kollégátok is szintén mind a két távra benevezett, tehát ő velünk együtt lefutja. Mind a kettőt lefutja. Lefutja 10 kilométeres, a bemelegítés. Kis pihenés után lefutja az 5 kilométeres. Jó, tudjuk, ti szoktatok együtt sportolni. Rendszeresen, igen. Van egy sportbarátunk, csapatunk, ahol együtt sportolgatunk. Most pár napja toltunk egy komoly biciklitet. Én lehet, hogy ezt rosszul látom, nem hiszem. De az elmúlt 1-2 évben, az hagyján, hogy rengeteg futóverseny van, ami nagyon hasznos. De hogy a városban, amikor az ember robogózik, autóba ül, mindenhol csak futókat látunk. Miért lett ilyen népszerű a futás? Hála Istennek, hogy népszerű lett a futás meg a mozgás, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy követendő példa. Egyszerű sport, szerintem azért, mert hogy igazából tényleg nem kell hozzá, egy futónadrág kell hozzá, nyilván egy jó futócipő, és akkor lehet bárhol, bármikor csinálni. És a másik azt gondolom, hogy trendi lett. Tehát, hogy most már trendi az, hogyha futok, vagy sportolok valamit, akkor rögtön felteszem az Instagramra, a Facebookra, mert hogyha ott nincsen fönn, akkor ez meg se történt. Akkor egy nem ilyen... is hatékony. Igen, nem is hatékony, nem is éget kalóriát, ha nem raktam fel az Instagramra. Viszont még egy szempontból trendi lett, ami nagyon-nagyon jó. Ügyért futni. Sokan futnak egy-egy ügyért, és tulajdonképpen ennek az első nemzeti futóversenynek is van egy üzenete. Egy üzenete és egy közös célkitűzése. Egyrészt nagyon jó lenne, hogyha nem csak sportnemzet lennénk, hanem sportoló nemzetté válnánk, mert azt látjuk, hogy az élsportolóink roppant eredményesek, az olimpiákon rendre komoly sikereket érünk el, a kupacsapataink is, most például a Fradi reményeink szerint megnyeri a vízilabda BL-t, tehát tökéletesen jól működik az élsportos pic. Ott viszont, is egyre jobb. Viszont az elhízás, a kóros betegségek, a dohányzás, az étkezési probléma, tehát nagyon sok minden olyan problémával küzd a nemzet, amelyen lehet javítani, és ebben a sport egy hatalmas nagy lehetőség. A futás pedig ezek közül, ahogy a Kata is említette, az egyik legkönnyebben beépített dolog. Úgyhogy ennek az üzenete az, hogy sportoljon az egész nemzet, sportoljanak velünk, fussanak. Ha nem tudnak eljönni itt, akkor fussanak otthon ugyanilyen távot, vagy akár rövidebb, igen, akár hosszabb. Pont azt kérdeztem volna, mert hát nektek azért rutinotok bőven van, és tőled kérdezem, mint nagykövettől, ugye futó nagykövettől, hogy ugye az 5 kilométeres táv úgy tűnik, mintha egy teljesen outsider, aki nem mozog, nem fut, helyjel közel 5 kilométert ő is le tud futni, ugye? Igen, jól gondolod. Mi is azt ajánljuk, hogy aki csak most kezd barátkozni a futással, sportolással, ő az 5 kilométeren induljon el, lásson bele ebbe az egészbe, érezze át mégiscsak egy versenynek a hangulatát. Aki pedig már simán tudja az 5 kilométert abszolválni, vagy napi rendszerességgel, vagy akár heti rendszerességgel fut, ő viszont akkor a 10 kilométerre jöjjön, egyrészt emeljük egy kicsit a tétet, másrészt meg akkor meg tudja őt magát méretni. Ha a 10 kilométer megvan, akkor lehet megint följebb lépni, és akár egy fél maratonra majd elindulni. De a kezdőknek mindenféleképpen az 5 kilométert ajánljuk, ne legyen túl bátor, és a 10 kilométerre nevezzem, mert annak csúnya vége lehet azért. Egy dologról nem beszéltünk még, hogy hol lesz egészen pontosan, és miért ott? Miért az az útvonal, ami?
Hát ugye a Hősök teréről indulunk, végigfutunk az Andrássy úton, az Andrássy úton van a visszafordító, újra visszafutunk a Hősök teréhez, kicsit elmegyünk a Városliget irányába, hogy meglegyen az 5 kilométeres kör, és gyakorlatilag a Hősök terére lesz majd a befutó, és ettől olyan nagyon különleges, mert azért nagyon ritkán adatik meg az a lehetőség, még a Városligeti félmaratonok vagy maratonok is általában bent vannak a Városliget közepén a befutó, most viszont a szószeres értelmében a nemzet terére, a Hősök terére fogunk majd befutni, úgyhogy ez egy maradandó élmény lehet a futóknak, és lesz is a futóknak. Másrészt pedig ez a környezet a Hősök terén, az András úton végigfutni, ez mindenkinek szerintem egy különleges élmény. Ritkán adatik meg, és ritkán van rá lehetőség. Kortól, nemtől függetlenül gondolom, hogy megkötések nincsenek. Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel. Hát és még egy dologról nem beszéltünk, ha már említettem az ügyért futást, és a sportnemzet helyett, vagy mellett legyünk sportoló nemzet is, hogy az összeget, ami ebből összegyűlik, felajánlják. Ezt így van. Minden egyes olyan nagy rendezvény, amit a Budapest Európa Sportfővárosa rendezvény csomagban találunk az idei esztendőben, mindig valami jó ügyet is szolgál. Most ez esetben a szervezők úgy döntöttek, hogy a Vörös Keresztet támogatjuk, és a befolyt összegben, amúgy is egy nagyon limitált összeg volt a nevezési díj, tehát egyébként a tömegsport rendezvények, a szabadidős sport rendezvényekre azért bőven 10 000 forint fölött vannak már az indulási jogok. Itt pár ezer forintért lehetett regisztrálni bármelyik távra, és ezt az összeget is a Vörös Kereszthez fogják majd eljutatni. Tehát amellett, hogy egy nagyon szép célkitűzés, egy egészséges nemzet irányába mutató célkitűzés, másrészt pedig egy jótékony történetnek is a részesei. Örülök, de hogy jó. Ezt még elmondtuk. Köszönjük és szépen. Jó kezdeményezés, köszönjük szépen. És aki pedig nem akar futni, az jöjjön és szurkoljon a futóknak, mert az is nagyon jó. Robikám, ott a helyed. Én a Zsuzsi mamánál leszek Szigetváron, de megérem nektek, hogy a várat, a Szigetvári várat sokszor körbefutom, jó? Kérünk róla Insta fotót. Köszönjük szépen. Sziasztok.